Nagyon paranoiás vagyok, amióta láttam azt a lányt üres tekintettel, hideg és szinte fehér bőrrel feküdni a patak kanálisának bejáratánál. Sokat sétálok éjszaka, nem vagyok inszomniás, semmi ilyesmi, csak szeretem az éjszaka szagát, és a patak szélén sétálva mindig sikerül a stresszet kitisztítani a fejemből. Nem vagyok félős, ijedős fajta, de amikor bámultam a holttestet, azon az estén, mintha megszűnt volna az idő, és egészen transzba estem a szemeitől. Lehet, van valami baj a fejemmel, de megkérdeztem tőle, te meg hogy kerülsz ide? Nem válaszolt. Csak libegett a szőke haja a mocskos víz áramlásától. Egy hirtelen migrén csapott villámként az agyamba. Furcsa lesz ezt az érzést elmagyarázni. Olyan volt, mintha egy gondolkodó gorillává váltam volna belőle. Lihegni kezdtem, és csak artikulálatlan szavak jöttek ki a számból. Felkaptam a lány holttestét, és elindultam vele. Erre még emlékszem. Csak akkor tértem magamhoz, amikor otthon feküdt a halott lány a fürdőkádamban. De ezt még én sem tudtam. Interneteztem, és úgy döntöttem, főzök egy kis kávét. Annak ellenére, hogy úgy hajnali kettő lehetett. Megéreztem a szagát. Rögtön oda rohantam a kádhoz. Megbizonyosodtam arról, hogy magamnál vagyok. És tárcsáztam a rendőrséget. Ahogy elkezdett kapcsolódni az ősre, kinyomtam. És inkább mentőket hívtam. Hát, ha nekik könnyebb magyarázatot tudok adni, és nem kerülök börtönbe. Kb. 10 percen belül itt is voltak. Beengedtem a két magas sürgősségit, majd megálltak a fürdőszoba előtt, és egymással néztek. Ettől valamiért nagyon ideges lettem. Remegtem, és mozdulni sem bírtam. A szőke jó lány meztelenül mászott ki a kádból a folyosóra. Ekkor elájultam. A kórházban ébredtem fel, ahol két öltönyös nő nézett le rám. Hebbegni meg habogni kezdtem, hogy esküszöm, nem én voltam, nem tudom, hogy került a holtteste a lakásomba. Kérem, ne! Ekkor szavamba vágtak. Uram, a barátnője aggódik maga iránt. Szeretné látni önt. Csak egy-két kérdésre szeretnénk, hogy válaszoljon. Idefelé a mentőautóban folyton a barátnője holttestének látványáról beszélt. Alig érthetően. Ekkor a szoba ajtajába néztem. És ott állt a lány a patakból. Fakó ruhában mosolygott, és én a nevén sem tudtam megszólítani.